Hamarosan Florália, azaz tavaszünnep, melynek a Tácigorzium régészeti parkja ad otthont a hétvégén. A kétnapos rendezvényen igazi programkavalkád várja a látogatókat. Jön a császár, áve! Septimus Severius császár látványos bevonulása, gladiátorok küzdelme, ókori témájú játékok és foglalkozások, valamint római kori esküvő segítségével tehetünk ideutazást a római korba ezen a hétvégén, de a szervezők több meglepetéssel is készülnek. Az egyik újdonság összekapcsolja az ókort a mai technikával. Ez egy Kinect játék az időszaki kiállítóteremben, ahol a játékosok, mintha egy amforán szerepelnének a saját testükkel. Ez olyan, mint egy bármely Kinect játék, viszont visszarepít minket ez is a római korba. Nagyon sok hagyományőrző csapatunk lesz, úgyhogy velük csinálunk egy záró felvonulást a rendezvény végén, tehát nem csak a 11 órás nagy császári felvonulásunk lesz a két napon, hanem egy záró nagy csata után a hagyományőrző csapatok kikísérik a bejárathoz a császárt, és a császár ott fog elköszönni a rendezvény résztvevőktől. Azt hiszem, sok olyan fontos tudnivaló van, amivel megkönnyítjük a látogatók életét, amikor kilátogatnak a Floráliára. Például az, hogy 9 órakor fogjuk kinyitni a kapukat, 9 órától már elkezdődnek a programok. Az előző évekhez hasonlóan 11 órakor lesz a császári felvonulás, de aki szeretné elkerülni azt, hogy az utolsó pillanatban essen be a rendezvényre, és már a császári felvonulás közepén lépjen be a bejáraton, annak javasoljuk, hogy korábban is jöjjön ki, és már nézzen szét a programok között. Ami még nagyon fontos, és felhívjuk rá a figyelmet, hogy a parkolás irányított, mivel nagyon sok látogatóra számítunk, ezért kérjük az ide látogatókat, hogy figyeljenek a polgárőrök és a rendőrök irányítására, hiszen folyamatosan töltjük fel a parkolókat, és utána engedélyezzük csak a külső parkolók használatát, és ezzel kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy a befelé vezető úton, tehát a Gorzion felé vezető bekötő úton jobb oldalon tilos lesz a megállás, tehát autóval megállni tilos, azért, hogy akik hazafelé tartanak, ők is ki tudjanak hajtani majd az úton. Ami még a bejutáshoz fontos információ, az az, hogy két helyszínen lesz pénztárunk. Az egyik a látogatóközpontban, ott is két pénztár van külön. Itt bankkártyás fizetés is lehetséges, a másik pedig a régi bejáratnál, a bekötő út végén, ahol csak készpénzes fizetéssel lehet bejutni a rendezvényre, de itt az elővételes jegyekkel, amiket akár még a héten meg lehet vásárolni, könnyebben be lehet jutni az eseményre. Lesz egy babamama sátrunk is, azért, hogy gondoljunk az anyukákra és a legkisebbekre, valamint a családokra. Ott nyugodt és békés körülmények között lehet megetetni a gyerekeket, vagy akár pelenkát cserélni. A nagyszabású eseménysorozat részeként idén sem maradhat el a színházi előadás. A Dionysos Visszavág című antikolt komédiát Matuz János, a Vörös Marti Színház művészeti intendánsa viszi színre. Túl az antik földeken, lábnyomokban meglapul, várakozva szótlanul, mások árnya elfelül, tervet szőni én tanul. Az égi lét nem nekünk való, hisz ott ez se jó, meg az se jó, de mi éljünk úgy túl a nagy hegyen, hogy mindenki, mindenki jó. Romba dönti kígyuló, cserszövő ravaszgurú, magasba szökve ugranak, lépve römmet kenguru. Ezek a dallamok is hallhatók lesznek majd a darabban, hiszen annak fontos része a zene, amely idén Ferenczy Nagy Boglárka, a 2017-es Fehérvár hangja, Hámori János trombita művész és a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós Zenekar közreműködésével jött létre. Egy nagyon érdekes szakrális élmény, egy ilyen
nagy múltú helyen próbálni, hogy az ember szinte a talpaiban érzi a hely energiáját, úgyhogy igen, próbálni érdekes, de még érdekesebb ott előadni, amikor tényleg egy majdnem 1000 fős vagy közel 1000 fős közönség nézi azt, amit mi ott prezentálunk. Tehát ez tényleg egy nagyon felemelő dolog, és nem is tudom, hogy a sokunk közülünk még fog-e ilyet megtapasztalni életében, hogy ennyi ember előtt egy ilyen szakrális erejű helyen bemutathat egy produkciót. Matusz János mindig valami újjal és valami furcsával rukkol elő. Az idei produkció is egy hasonló lesz. Bele lesz csempészve azért a modern mai világ is. Hogy kell elképzelni, mit fog látni a néző? Nos, ugye az idei produkció, annyit már elárulok, hogy a tavainak a folytatása lesz, tehát azok előnyben vannak, akik ismerik a tavalyi történetet, ők fogják talán legjobban érteni, de azért érthető lesz mindenki számára ez a produkció. Hát maga egy ókori komédia maga az előadás, aminek a szövegében is és a dalaiban is megtalálható a modernség és az ókori drámák kettőssége, vagy az ókori komédiák kettőssége. Idén én a zenéről tudok ugye leginkább nyilatkozni, annyit elmondok, hogy a tavalyihoz képest kicsit más jellegű lesz, ezt talán leginkább egy revűhöz hasonlítanám ezt az idei zenei világot, tavaly inkább ez a kusturicás, tangós, nehézkes hangulat volt, ez most kicsit könnyedebb, kicsit ilyen műzikelesebb lesz. És többen is meg fognak szólalni benne, például Keller János művész úr is fog énekelni, illetve a kis fiatal csapatunkban is együtt fogunk énekelni néhány dalt. Hát ezen kívül maga a jelmezvilága is ugye mutatni fogja egy kicsit az ókori jellegzetességeket, mutatni fogja a modern karaktereket is, úgyhogy egy nagyon érdekes kettős előadás elé nézünk. A színház művészei közül ugye Keller Jánoson kívül Kelemen István művész úr fog még játszani velünk, illetve a Szabad Színházból is hárman közreműködnek, illetve a Megadance tánc csoport táncosai, és még fehérvári fiatalok, akik amatőr színjátszóként fognak majd megjelenni. Ki ne hagyjam a székesfehérvári fuvos zenekar tagjait, illetve Hámori Jánost, akik szintén közreműködtek. Ugye ők segítenek majd ennek a dalnak is a prezentálásában. Hámori János írta, vagy illetve ő hangszerelte meg, ő adta az alapot ehhez a zenéhez. Ez előtt én már megírtam a szöveget és a dallamot, amit eljuttattam hozzá, és akkor ő ez alapján egy hangszerelést készített. Breyer Éva alpolgármester azt mondja, a város arra tesz most már több éve kísérletet, hogy minél izgalmasabb legyen a tavasz köszöntő ünnep Gorziumban. Volt a Floráliának egy kis időszaka, még nagyon-nagyon régen, amikor megszűnt, sajnos, de miután a Szent István Király Múzeum, vagyis akkor még István Király Múzeum a városhoz került, nyilván a városnak természetes volt, hogy a Szent István Király Múzeum Tácz Gorziummal összenőtt, és tehát önkormányzatának a döntése értelmében így a város lett tulajdonképpen Gorzium fenntartója is. Mi ennek nagyon örülünk, hogy ez így történt, és hát aztán az volt az első dolgunk, hogy rögtön a Floráliát vissza is állítsuk, hiszen az antik Rómának egy nagy ünnepe, nagy eseménye volt, Flóra istennő tavaszköszöntő ünnepe, úgyhogy így azóta elég nagyszabású módon, nem kis forrásból, de nagyon nagy eredménnyel rendezzük ezt meg, hiszen már az első alkalommal is, ha jól emlékszem, több ezren látogattak, hát egyrészt ki, nyilván Székesfehérvárról, környező településekről, és hát feltételezem, hogy voltak azért vendégeink is. Úgyhogy ez azóta is így van, így most április 28-án nagy tisztelettel hívjuk szintén a székesfehérváriakat, a megyetelepülésein élőket, és minden hozzánk érkező turistát, vendéget, jöjjenek el, és legyenek ennek a nagy tavasz köszöntő ünnepnek a részesei. Mindig rengeteg ötletünk van, sokkal több ötletünk van, mint azt elbírjuk, hiszen az idei évben lesznek újabb nagy rendezvényei Székesfehérvárnak, a gasztronómia, a klasszikus zene területén, de Gorziumban is Nádorfi Gabival mindig vannak újabb és újabb elképzeléseink. Itt van, ugye volt egy pályázatunk, a pályázatból fakadóan van egy látogatószám kötelezettségünk is, de hát nem csak azért, mert a kötelezettségünk rajtunk van, hogy ezt hozzuk számszakilag, hanem egyéb más módon is ötletelünk különböző dolgokban ahhoz, hogy ebben a nyári időszakban minél egyenletesebben, minél folyamatosabban legyen meg ez a nagy látogatószám. A Szent István Király Múzeum igazgatója azt mondja, a rendezvény mindig nagy tömegeket mozgat meg, most is erre készülnek a szervezők. 2 évvel ezelőtt 6000 feletti látogató számot
produkált a rendezvény, a tavalyi évben viszont már a 10 000 főt is átléptük, hát idén ennél mindenképpen magasabb látogatószámra számítunk. Az idei programok is a hagyományoknak megfelelően a Septimus Severus császár 202. évi Gorzium látogatását idézik fel. Tulajdonképpen ez a császár látogatás adja a keretét a Florália programjainak. Ezt tudni kell, hogy 202-ben látogatott el Septimus Severus császár a kereti háborúit követően Gorziumban, illetve egész Pannoniában. Tehát ez egy jelentős esemény volt az akkori város életében. Tulajdonképpen ezt az eseményt idézi meg az idei Florália rendezvény is. A rendezvény egyik hangsúlyos eleme a császár bevonulása, ugye ahol fegyveres katonák, légionáriusok kíséretével vonul végig a Romvároson, áldozatbemutatás is történik menet közben, majd végül ez a menet a színház térben zárul, ahol a császár is, illetve látogatóink is egy színdarabot tekinthetnek meg, valamint a császár tiszteletére gladiátorjátékokat végeznek, a nap zárását pedig a császár elköszönése foglalja mindegy keretbe. Milyen egyéb kiegészítő programok lesznek még, és a Szent István Király Múzeum milyen módon lesz jelen? Természetesen ezen túl a korábbi években megszokottaknak megfelelően számos egyéb programelem kerül megrendezésre. A programok során, programok megszervezése során igyekeztünk minden lehetséges korosztályt megszólítani, tehát az egészen apró gyerekek is találnak maguknak megfelelő programot, és hát természetesen a felnőtt közönségre is számítunk. Nagy siker volt a korábbi években például a régész homokozó, ami gyakorlatilag egy mini ásatás a gyerekek részére. Emellett állatsimogató lesznek tárlatvezetések a rom területen, kézműves bemutatók, kőfaragó, fazekas bemutató, lesz éremverés is, ami korábbi években még nem volt, de a székesfehérvári tapasztalatokból kiindulva ez is egy kedvelt programelem lehet. Ezen túl természetesen a maguk a hagyományőrzők is számos bemutatót tartanak, korabeli fegyverzetben csatajelenetekre kerül sor, de lesz rabszolgavásár is, ami már tavaly is nagy sikert eredményezett. A múzeumpedagógusok izgalmas, ókori témájú játékokkal és foglalkozásokkal várják a gyermekeket Gorziumban, a táci fiatalok pedig az ókori játékokba vezetik be az érdeklődőket. Aki pedig szeretne rómaivá válni, lehetősége nyílik beöltözni egy fotó erejéig.